Már az elutazás előtt Telkiben is látszott, hogy óriási érdeklődés és várakozás kíséri a magyar válogatott szereplését, hiszen az MLS által szervezett eseményen nemzeti mezbe öltözött fiatalok tucatjai búcsúztatták a Németországba induló csapatot. Gulácsi Péterék rengeteg autogramot osztottak a rajongóknak, és újra saját bőrükön érezhették, hogy az utóbbi évek jó szereplése alaposan megnövelte a népszerűségüket. Ugyanez az élmény aztán már a csapat németországi bázisán, Weilerim AGU-ban is megadatott a játékosoknak. A helyi csapat pályáján a szűkös nézőtér megtelt, amikor Marco Rossi edzést vezényelt. 600 zömében magyar, de nem csak magyar szurkoló előtt tréningeztek Szoboszlaiék, akik szombaton Kölnben Svájc ellen kezdik meg szereplésüket az Európa-bajnokságon. Kívülről egyértelműen az látszik, hogy nagyon-nagyon jó a hangulat, hogy az, ami korábban is jellemezte a csapatot, hogy remek a csapategység, az megvan. Igen, valóban tegnap 650-700 nél előtt tartottak edzést, vagy tartott edzést Marco Rossi a srácoknak. Egyébként pedig viszonyatos rajongás az, ami körbevette a srácokat. A rajongás persze még fokozódhat a stadionokban, ahol vélhetően sok ezer magyar szurkoló is biztatja majd a válogatottat. A csoport kiegyensúlyozott, nehéz, de legtöbben a továbbjutásban bíznak. Mindenki azt várja, hogy a magyar válogatott ebből a csoportból jusson tovább. Szoboszlai Dominik volt az első sajtótájékoztatón, akitől lehetett kérdezni, és Dominik is azt mondta, hogy ő nyilván nem szeretne jóslásokba belemenni, de minél messzebb akarnak jutni. Hát ez nyilván nem azt jelenti, hogy itt majd a harmadik mérkőzés a Skócia elleni összecsapás után haza akarnak menni. És hát tettél utalást, hogy bízik benne, vagy tudja azt, hogy a magyarok elég rafkósak ahhoz, hogy jegyhez jussanak, hogyha tényleg optimistán várja az első mérkőzést is, ahogy majd a többit is ebből a szempontból. Tehát, hogy sok magyar lesz majd kinn a stadionokban. Az Európa-bajnokság pénteken a mi csoportunk német-skót meccsével kezdődik, a magyar válogatott pedig szombaton délután 3-kor lép Kölnben, Svájc ellen pályára.